Rendőrök terelik a forgalmat a 81-es számú főúton. A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája által kezdeményezett demonstráció miatt csak félpályás szakaszon közlekedhettek az autók. A tüntetés a munkavállalók érdekeit szolgálta. A kormány intézkedéseivel szemben demonstrálunk a munkavállalók érdekében, ez egy békés demonstráció. Azt szeretnénk elérni, hogy azokban az ügyekben, amelyeket a Liga tárgyalóasztalra tett, és szeretne a kormánnyal megtárgyalni, megállapodás születhessen. Ezek röviden a jövő évi minimálbér tárgyalások megkezdése, a kafetéria adóterheinek a visszacsökkentése, a korkedvezményes nyugdíjat december 31-jel megszünteti a kormány, ezt szeretnénk újra tárgyalni és fenntartani. Szeretnénk, hogyha a sztrájkjog a 2011-es állapotok előtti szintre visszaállna, és az utolsó pedig így a társadalmi párbeszéd, tehát a szociális partnereket, így a szakszervezeteket a kormány hallgassa meg a törvények elfogadása előtt. A demonstráció több szakszervezet és konfederáció összefogásával valósult meg. Gyakorlatilag egyeztetés nélkül a korkedvezményes munkaköröket meg akarják szüntetni, és ez elfogadhatatlan számunkra, amikor a kormány azt ígérte, hogy újra tárgyalja, és ők meghatározzák a korkedvezményes munkaköröket. A miniszterelnök ezt a döntését felrúgta, és tulajdonképpen ezért vagyunk itt, hogy ezt gondolják át újra, mert gyakorlatilag az én szakmámban nagyon sok olyan kollégánk van, aki 70 éves kort nem érte meg, és nem véletlen van a korkedvezmény, hanem azért, hogy esetleg az életnivónkat nyugdíjas korban még valami más növelje. A konfederációnk csatlakozott itt a Liga által kezdeményezett tüntetéshez. Ez minden dolgozónak érdeke, amiért mi itt kint állunk, hisz először is az érdekegyeztetés hiánya, ami miatt jutottunk ide, hogy nincsenek megbeszélve azok a dolgok az érintettekkel, amikről itt mi most kiállunk és tüntetünk és ellene szervezkedünk. Az egyeztetés hiányát emelik ki legfőbb problémának a résztvevők, hiszen gyakorlatilag ők is csak a sajtóból értesülnek a meghozott döntésekről. Tehát ez elkerülhető lenne, hogyha visszaállna az érdekegyeztetés normális rendszere, ahol a szociális partnerek meg tudják vitatni a kérdéseket, nem csak hallgatunk, hogy tényszerűen közlik, hogy ez van. A tüntetés a közlekedést minimálisan akadályozta. Az autósoknak átlagban pár percet kellett várakozniuk, mielőtt az érintett útszakaszon tovább haladhattak. Én egyet tudok érteni. Ez állapotok miatt igen egyet tudok érteni. Sajnálom, bekerültem én is a dugóba, de mégis egyet kell értenem. A békés pártól és politikától mentes megmozdulás résztvevői remélik, hogy a tüntetés eredményre vezethet.